Veled is volt már olyan, hogy elmentél egy országba, és nagyon-nagyon szívesen beszélted volna a nyelvet, de egyszerűen meg se tudtál szólalni. Sziasztok, és lányok! Üdv a csatornámon! Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy ha valaki nagyon-nagyon-nagyon szeretne nyelvet tanulni, akkor mik azok a dolgok, amiket érdemes így használnia vagy csinálnia ahhoz, hogy eljusson arról a szintről, hogy meg se tud szólalni, odáig, hogy igazából egy C1-es nyelvvizsgája van. Nekem az első nyelvvizsgám az 15 évesen volt, az angol B2. Aztán 19 évesen leraktam egy C1-es nyelvvizsgát, ami mind a kettő elsőre sikerült. Illetve amikor 19 éves voltam, akkor franciából is leraktam egy B2-es nyelvvizsgát, illetve most áprilisban leraktam az angol nemzetközi TOEFL nyelvvizsgát, ami 99 pont lett a 120-ból. Szóval. Angolul beszélek c 1 nyelven, magyarul nyilván anyanyelven, franciául b 2 szinten, és ugye most tanulok hollandul, amiből pedig egy év múlva B2 a cél. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogyan tudtam én ezeket a nyelveket relatíve rövid idő alatt, és nem akkora erőfeszítéssel megcsinálni. Szóval az első dolog, amit szeretnék, hogy tisztázzál magadban, az az, hogy miért szeretnéd ezt a nyelvet tanulni. Nekem az angol például relatíve egyszerű volt, mivel tudtam, hogy szeretnék angolul tanulni, tehát ez nem volt kérdés. A francia viszont ugye úgy jött, hogy annó 9 lehetett választani, hogy francia, orosz, olasz vagy németet akar az ember tanulni, és mivel én nagyon-nagyon szeretem Franciaországot, illetve nagyon szeretem Párizt, én úgy voltam, hogy akkor én a franciát akarom tanulni. De volt egy miért. Ha nincs miérted, és csak azért tanulod, mert anyu apu azt akarja, vagy azért, mert az iskolában ezt nyomják, akkor ez nem lesz jó. Tehát kell, hogy legyen egy belső motivációd arra, hogy te miért szeretnéd ezt csinálni, neked ez miért jó, és hogy igaz Igazából így, így mi a célod vele. A másik dolog, amit el kell döntened, az az, hogy nyilván milyen szinten szeretnéd ezt a dolgot beszélni, és hogyha ez megvan, akkor el tudod dönteni, hogy elége az, hogy az iskolában ezt tanulod, vagy érdemese külön tanárhoz járni. Tehát például az olyan nyelveknél, amiket relatíve sokan beszélnek, és mondjuk európai nyelvek, ott általában azért az iskolában elég jól fel tud készülni az ember. De ugye vannak olyan extrém emberek, akik mondjuk nem tudom, kínaiul akarnak tanulni, vagy japánul, és ilyenkor érdemes eldönteni azt, hogy megéri-e magántanárhoz menni, vagy érdemese az iskolában maradni. Ha csak te mondjuk hobbiból akarod tanulni, akkor szerintem simán elég az iskola, viszont hogyha olyan céljaid vannak, hogy például nyelvvizsga, vagy te abban az országban szeretnél élni, és nyilván meg akarod érteni azt, amit az emberek mondanak, akkor ilyenkor érdemes elmenni egyébként egy külön tanárhoz, ahol egyébként tényleg egy év alatt teljesen fel tudsz készülni arra a szintre, amit szeretnél. De nagyon fontos, hogy nem kell egyből magántanárhoz rohanni, nem kell egyből ö, föliratkozni az összes nyelvi kurzusra, hanem érdemes először megnézni azt, hogy mit szeretnék, milyen szinten vagyok belőle, és hogy az iskolában mennyire jó a nyelvoktatás. A harmadik, a legfontosabb, és ez a kulcsa mindennek, hogy érdemes vagy-e áldozatot hozni azért, hogy ezt a nyelvet te megtanuld. És itt arra gondolok, hogy nagyon szép és jó, hogy te jársz iskolába, és tanulsz X nyelvet, és nagyon szép és jó, hogy te jársz külön tanárhoz, ahol heti X órában tanulsz, de az, hogy te feláldozod -e a saját szabadidődet azért, hogy a sorozatot ilyen nyelven nézed, hogy a könyvet ilyen nyelven olvasod, hogy ilyen nyelven hallgatsz zenét, hogy ilyen nyelven beszélgetsz, az rajtad múlik. Mivel nekem 99%-ban az angol tudásom az azért van c mert mindent angolul néztem, mert mindent angolul hallgattam, mert mindent angolul olvastam, mert angolul gondolkoztam, minden. És ez bármennyire is hangzik hülyén, mert úgy vagy vele, hogy amúgy meg se tudok szólalni, akkor minek nézzek angolul filmet? Berakod az angol szinkront, és odarakod az a magyar feliratot. És ott vagy vele, hogy érted, mert tudsz olvasni, de közben hallgatod a kifejezéseket, a szavakat, az akcentust. Tehát volt olyan időszak, amikor mondjuk csak amerikai sorozatokat néztem, és akkor kialakult az amerikai akcentusom. Aztán elkezdtem nézni egy ausztráliai youtubert, akkor utána kicsit átment úgy Ausztrálba az akcentusom. Majd, amikor ide költöztem Hollandiába, akkor nagyon sokan, akikkel együtt dolgoztam, ők például olaszok voltak, és ugye nekik az az olaszos angoluk volt. Tehát ott rendesen 9 hónapig csak olyan angolt használtam, ami igazából így az olasz akcentus volt. Tehát nagyon-nagyon hamar föl tudsz venni kifejezéseket, szavakat, mondatokat, a hangsúlyt, az akcentus csak azzal, hogy ilyen dolgokat nézel, ott csinálsz a szabadidődben. De föl tudod-e áldozni azt, hogy neked ez a szabadidőd, ez most akkor az lesz, hogy igen, amikor sorozatot nézel, akkor nem ülsz és bámulsz kifelé a fejedből, hanem berakod azt az angol, francia, olasz, spanyol, svéd szinkront, és közben olvasod mellette magyarul. A negyedik az egy nagyon fontos dolog, viszont enélkül is menni fog szerintem a nyelvtanulás, tehát ez nem feltétlenül fontos, hogy ugye próbálj meg olyan emberekkel beszélgetni, akik ugyanazon a nyelven beszélnek. Ugye most, hogyha én visszagondolok abba, hogy amikor 12 éves voltam, akkor így egyáltalán nem volt lehetőségem arra, hogy mondjuk egy amerikai emberrel beszélgessek, vagy egy brittel, vannak olyan applikációk, amiket egyébként lehet használni, viszont nyilván ezek olyan applikációk, ahol mondjuk így nem tudom, ki tudod választani, hogy te kivel szeretnél beszélni. Vagy ugye vannak olyan applikációk, például mint a Duolingo, ahol ugye tudsz nyelvet gyakorolni, és igazából ott is tudsz beszélni emberekkel, viszont ugye ott is tudsz ugye beszélni, viszont sokkal egyszerűbb az, hogyha egy helyibe beszélsz. Ez azért jó, mert egyébként a helyi emberek nekem nagyon sok szlenget tanítottak, nekem nagyon sok olyan dolgot mondtak, ami egyébként így applikációból vagy az iskolai könyvből nem biztos, hogy megtanulnám. Viszont ugye ilyen applikációk nem tudom, hogy most vannak-e még, mert amikor én voltam 12 éves, akkor én azt hiszem egy vagy két ilyen applikációt használtam, ahol így tudták külföldiekkel beszélgetni, és egyébként nem volt semmi ekta, tehát nem kell azt hinni, hogy én nem tudom, 024 ben az applikáción lógtam, hanem le volt töltve, és igazából olyan, mint egy messenger. Tudsz emberekkel csetelni, nem kell találkozni, profilképet se kell berakni, tehát érted, beraktam egy 12 évesen, mit tudom én, Brooklyn bekemet, és akkor odaírtam, hogy mit tudom én az angolomat szeretném fejleszteni. És akkor volt olyan, aki úgy volt valahogy, oké, okay, miért ne? És egyébként volt egy akivel a mai napig követjük egymást. Instán, akivel a mai napig néha beszélgetünk, és őt például ezen az applikáción ismertem meg, ő például Angliában él, úgyhogy az nagyon jó volt, hogy ott például már egyből tudtam, hogy aha, jó, nekem amúgy ilyen angol akcentusa van. És az ötödik, hogyha egyáltalán nem tudsz mondjuk mással beszélgetni, semmi gond, mondtam, hogy a negyedik lépést azt akár lehet is szkippálni, az esetleg az, hogy saját magaddal beszélgetsz. Na most ez hülyén hangzik nyilván, mert miért beszélgetnél saját magaddal, de hidd el, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített az, hogy például a tükör előtt minden nap 10-15 percig angolul beszélgettem. Volt a fejembe egy magyar dolog, mit tudom én, arról akarok beszélgetni, hogy mi történt tegnap a vámpírnaplókban. És ahelyett, hogy magyarul gondolkoztam volna azon, hogy most az Elena Stefán vagy Damon fogja választani, a helyet angolul gondolkoztam. Which one would she choose? És folyamatosan erről beszéltem. Vagy franciául, vagy hollandul, amilyen nyelven akarsz -e tanulni. És ez már segít abban, hogy egy, használod a szavakat, kettő, használod a nyelvtant, három, igazából egy olyan dolgot, dolgon gondolkodsz, ami amúgy is hozzátartozik a napodhoz, hiszen amúgy is gondolkoznál sorozatokról, amúgy is nézni a sorozatokat, viszont kevered a jót a hasznossal, és így te is gyakorolod a nyelvet, nem is kell plusz energiát belerakni, hiszen amúgy is megcsinálod ezt a dolgot, és még egy olyan dologról is beszélsz, ami egyébként érdekes. És legközelebb, ha beszélsz valakivel, akkor megemlítetted, hogy hát egyébként nem értem, hogy az Elena miért a Stefánt választotta Damon helyett. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy kicsit um, motiváltalak titeket arra, hogy beszéljetek a nyelveket. Szerintem nyelvet tanulni az csodálatos, tehát annál jobb érzés nincs, mint amikor elmész egy olyan országba, aminek a nyelvét beszéled, és ki tudod magadat fejezni, sőt, még meg is érted, amit a másik mond. Ha nem szeretnétek elmaradni több videóról, iratkozzatok fel, és lájkoljátok ezt a videót. Találkozunk a következőben. Sziasztok!